pedig nem lesz más, mint a Pannonhalmi borvidékről egy Rajnai Riesling, a Cseri Pincészet készítette, ennek is 2015 az évjárata, ugyanúgy, mint a Szívek Pince az Zöldveteliniének. És hát most már lehet mondani, hogy régi kedvencünk, meg 2-3 éve szeretjük már a Cseri Pincét, és azon belül is ezt a Rajnai Rieslinget, amit minden évben nagyon, nagyon szépen készítenek el. Csak a céltartályban van, tehát teljesen reduktív tétel, könnyed, és a Rajnai Riesling, ugye ez egy eléggé ezer arcú szőlőfajta olyan szempontból, hogy sokféle karakterű bort lehet készíteni a világ minden táján, szinte bortermő országokban, vidékeken megtalálható, szóval nagyon sokféle karakterű bort készíthető belőle. Cserjék, nyilván ez egy hűvös északi borvidék, a Pannonhalmi, ennek megfelelően hűvös északi stílusú Rajnai Rieslinget készítenek, aminek az illata, ezek az ilyen stílusú Rajnai Rieslingeknek mindig ez a nagyon finom, gyakran intenzív, ilyen mezei virágos illat, ami árad ebből a Rajnai Rieslingből, minden évben jön belőle. Sokan azt mondják, hogy nehéz a Rajnai Rieslinget, hogyha ilyen stílusú felismerni, mondjuk egy vakteszten, pedig ez a semmi más virágossághoz nem hasonlítható illat, ez nagyon Rajna is. Nem tudom, te mihez tudod hasonlítani, de... Én is ilyen... Nem bocsánat, inkább mező. Nem ezek illata. A raffinált, nagyon nehéz illatok, hanem tényleg ilyen tavaszi mező, tehát amikor így tobzódik benne minden, egy pici akác mondjuk meg. Igen, a mézességet én is fölírtam magamnak, amikor itt az adás előtt jegyzetettem erről a borról. Érdekes, nem nagyon jellemzője ennek a szőlőfajtának a mézes karakter, de abszolút ott van az illatban. Ez az a Rajnai Riesling egyébként, amiért minden évben, még most egy kicsit többet készítettek belőle cseréjék, hogyha jól tudom, mert tényleg akkora kirobbanom siker, hogy eddig csak folyamatosan az volt, hogy már így január környékén a baráti társaságokon belül is ment a pofoszkodás, hogy kié lesz a legutolsó palack, ami még elérhető, mert annyira hamar kifogyott, hogyha jól tudom, most ezt egy picit megemelték. Pedig ez a szőlőfajta olyan, hogy azért érdemes eltenni 1-2 évig, még egy ilyen könnyed, reduktív Rajnai Riesling is. Az a tapasztalatom 2-3 éve elteltével mutatja meg a legszebben magát, pláne hogyha ilyen szép savai vannak, mint ennek a Cseri Rajnainak. Nehéz erről beszélni, mi az, hogy szép sav, de hát mindenki el tudja képzelni, hogy szájába veszi a kortyot, és aztán utána kacsingatnia kell, meg ráncolnia a homlokát, és olyan durva sprőtsavakat érez, vagy pedig azt érzi, hogy hát igen, fehér bort kóstolok, Pannonhalmáról nyilván vannak savak, de ezek olyan nagyon kedvesen birizgálják a nyelvemet, és úgy elszórakoztatnak, egyáltalán nem okoznak semmilyen fájdalmat, hanem csak úgy jelzik, hogy vannak. Ilyen a sasszerkezet a Cseri Pincének, a Rajnaiának. És van benne egy intenzív ásványosság, ami nem egy ilyen borszakértős bullshit szöveg, hanem valóban ilyen, hogyha valaki megkóstolja, lehetett, hogy ne érezze ezt a sós karaktert, ami benne van ebben a borban. Ezt mindig ahhoz próbáljuk hasonlítani, mint amikor a nagynéni vagy valakinek a polcán ott van az ásványgyűjtemény, és akkor kisgyerekként az ember, amikor már nagyon unatkozik a vendégségben, akkor ezeket kezd ilyen nyalogatni. Tehát ez az élményhez a legkönnyebb kötni. Reméljük, hogy ez nagy közös élménye a Trend FM hallgatóinak, és most mindenki a fejhez kapott, hogy ja, igen, valljátok akkor be, hogy igen. Tudom, hogy milyen lehet ez a Rajnai Riesling Pannonhalmáról. Egyébként a borvidék, illetve az a terület, ahonnan jön ez a bor, az löszös talaj alapvetően, de ilyen messzes bemosódásokkal, tehát már a löszös talajú borokban is néha megjelenik ez az ásványos karakter, ugye a lösz is tartalmaz ilyeneket, ásványokat, de ezek a messzes bemosódások meg abszolút, hogyha olyan az alany, hogy jó mélyre megy le a gyökere, akkor azért fel tudja hozni a borba ezeket a ásványos karaktereket, meg abszolút ott vannak benne. Nagyon szép idén is a Cseri Rajnai Riesling.